nagy vagyok. Ide jártam óvodába, most készülök iskolába. Irka, firka, ákom, bákom, betűt rajzol a kezem. Még nem tudom, hogy kell szépen, de már most is szeretem. Szalai Borbála, utolérem a bátyámat. Mit agadás irigyeltem, hogy a bátyám iskolás, hogy ő neki gyerekjáték, az írás, az olvasás. Csodáltam, hogy milyen szépen formálja a betűket, s hiába van sok belőlük, ismeri a nevüket. Úgy megy neki az olvasás, akár csak a vízfolyás. Hely, gondoltam, mikor lesz már belőlem is iskolás, most, amikor beírattak iskolába az idén, megfogadtam a bátyámat, utolérem bizony én. Tavaly lettem 6 éves, ez a 7. Iskolás leszek, mire ez is letellik. Egy dom, egy szép zöld dom, szülők, pedagógus társaim, kedves gyerekek! Nem mondok most hosszú tanévnyitó beszédet. Tisztelt polgármester urak, pályáztatóhatóság képviselői, kedves pedagógus társaim, főigazgató úr, tisztelt fővállalkozó, kivitelezők, nagyra becsült szakemberek, kőművesek, festők, villanyszerelők, burkolók, parkettázók, tisztelt csengődi közmunkások, tisztelt építők, kedves szülők, csengődi polgárok! Hálásan köszönöm, szívből köszönöm. Kedves csengődi kisdiák, nézd csak, az ablak, csuda ragyogó, villog a fal, mint künn az üde hó, benn kacag az asztal s vele a padok, a falon a térkép csöndben mosolyog, fény szalad a táblán, kergeti az árnyék. Így helyen tanulni, csupa öröm, játék. A KTKT általános iskola és középiskola Csengődi általános iskolájának 2010-2011. Tanévét ezennel megnyitom. Polgármester úr, én nagy szeretettel egy percig birtokoltam a Csengődi iskolát, és átadnám nektek, érezzétek jó magatokat, jó erőt, egészséget kívánok mindenkinek, a tantestületnek, a gyerekeknek, minden dolgozójának az iskolában, és még egyszer arra kérek mindenkit, nagyon vigyázzanak rá. Valaki mondta is a verset, hogy utol akarom érni a bátyámat, a kis testvér szerepét, Kiskörös város nagy beruházása mellett, vagy azzal egy időbe készült a miénk. Még egyszer mondom, a kis testvér szerepe sem volt kényelmetlen. Szerencsére nem a mostoha testvér szerepét éreztük. És ezt nagyon köszönöm mindenkinek. Kívánom nektek, az iskola igazi birtokosainak, hogy eresszétek mélyre a gyökereket, és szárnyaljon a képzeletetek, hogy még sokat tudjon ez a kis falu fejlődni. Köszönöm.